Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt a Hashtag Bocskor évadzáró adása. És próbáltuk a legjobbakat összehívni, összehozni. Ez nem jelenti azt, hogy a többiek rosszabbak lettek volna, de nagyon örülünk, hogy ők vannak itt most velünk. Hargitay Bea! Ábel Anita! Gangsta Zoli! És Hajdú Steve! És kihangsúlyoztam, hogy ugye ez az évadzáró adás, és az az érdekes, hogy itt most majdnem egy évet, vagy mondjuk két évadot végigcsináltunk Hashtag Bocskorban, és így igazából ez ilyen kísérlet volt, hogy mi tud ebből kijönni, hogy nem rólatok kérdezünk, hanem igazából témákhoz kell hozzászólni, és itt kialakultak paromió, barátságok, riposztok, stb. Például a Zoli meg a Steve kimondottan nagy haverok lettek, nem? Egymás tisztelői. Van hétvégén én alszom náluk, a másik hétvégén ő alszik náluk, és jól elvagyom. De duett. Igen. De tényleg, és milyen kontrasztos duett vagytok. Tehát azért... A lelkemben én is valahol egy rapper vagyok. És te mi vagy a lelkedben? Én? Nekem nincs is. Aztán Beáról azt kell tudni, hogy ő tényleg minden alkalom, amikor itt ül, Csehországból autózik ide, Prágából. Hülye csehszlovák. Aztán Anitáért nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, és amikor végre elengedte a TV2 kezét, Anita akkor hirtelen befutott ide hozzánk. Örülünk, hogy itt van velünk. Igen. Így volt. De bocsi, rólad is mondjuk pár szót. Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon... Én nem voltam jóba a Gáborral, de rosszba se voltam. De nekem ilyen... Igen, nekem ilyen semleges volt, nem kötődtem hozzá érzelmileg. De ebbe a műsorban valahogy... Teljesen. Ez az egy nagy visszatérés. Annyira. Most akkor... A téged most eldobott Zoli, érte. Így próbál választanod kell. Hárman legyünk. Próbáljunk ki hármasba. Jó. Mi a Beával néznénk azért. Hát jó, azért valami izgalom kell. Egy kis sajtos nachos. Hagyjad már idejött egy kilógos ünivel. Nem Loki. De kilógos ünni, mert azzal de az a mérszégen, egy órája azt nézegetett, hogy hogy lenne erre. Hát jobban ismeri a magyar lakosság, mint a sajátját. Én egy szégyellős, visszahúzódó lány. Jaj, ne. De azt mondtad, hogy előadsz egy részletet az elemi ösztönből. Várjál, akkor átülök oda. Michael Douglas. Na jó. Nem, Anita az előbb azt mondta, hogy nagy visszatérésem. Igazából most itt hosszú-hosszú évtizedek után megvallom, hogy talán ez az egyetlen olyan tévéműsor, amit igazán élvezek. Igen. Jó, hogy se. De ez látszik, Gábor. Igen, ez látszik. Látni, és ettől úgy megtaláltad a helyedben. Na, olyan drága. Hát meg olyan szép. Ki? Jaj, mi van még? Dobjuk el a témákat. Beszéljük azt róla. Mondják, hogy állítólag kapunk egy kis plusz pénzt most, úgyhogy azért megy ez a... Igen, és ez nem is igaz, hogy a rádió csúnyátnak elő. Nem. Okos nem. És ügyes is van. Na, mi volt az elmúlt hét legnagyobb eseménye? Megvolt a koncertünkön kívül. Pontosan. A gyerekemnek szülinapja volt. Gyerekszülinap, gangsta koncert. És az esküvő a nagy nap. Harry Herceg, Oltár Eli vezette. Mit érte? Az ki, az melyik ország? Oltár Eli vezette? Ma azt megnéztem. Pete Hercegnő. Vette Petét. Ó, nem tudom, mi lesz itt a végéig. Akkor legyen Herceg. Ja nem! Megígértük a feleségednek, nem. Hogy nem űzünk gúnyt az esküvőről, ugye? Nem, igen, meg nincs ATV-nk, úgyhogy... Szóval Harry Herceg oltár elé vezette választottját az amerikai színésznő Meghan Markle-t, és ugye az egész világ árgus szemekkel figyelte, én is néztem, és hát nyilván különösen a britek. És volt egy pár érdekesség a mennyasszonnyal kapcsolatban, egyrészt, hogy elvált, másrészt, hogy amerikai, harmadrészt, hogy afroamerikai. Miért öreg most? Hát öregebb, 36. Mint a... De...
Ben. Jó, de a Harrynél mindenki elveged. De mennyi idő? Ez jó vagy bal? Én nem tudom, mennyivel? Azt hiszem 4 évvel. Hát ez vágat el. 4 évvel. Hát most mi? Amire a pont lelógat. Beérik majd a kép. De azért valljuk be, hogy az általunk ismert esküvők közül talán ez, vagy a királyi család történetében az első szerelmi házasság, ha lehet így nevezni, nem? Hát nem az első szerelmi. Miért? Nem, a Katalin is. Ó, igen, Katalin is, de Diana is. De nem, még eljött ugye az Erzsébet, második Erzsébetnek az édesapja, úgy lett király, hogy az ő idősebb testvére egy amerikai kétszer elvált nő. Te ott vagy jársz ilyen iskolában, nem? Nem, hallottak, hogy a kétszeresen elvált asszonyt inkább lemondott, az Edward inkább lemondott a trónról, csak ezzel a nővel lehessen együtt. Most jelent meg egy fantasztikus könyv, hogy 60 évet éltek le együtt. Tehát föláldozta ezt a csili-vili dolgot a szerelméért. És ez szerintem fantasztikus, csak gondolj vele, hogy 70 év telt el, akkor ez elképzelhetetlen lett volna, mint ami most, hogy egy amerikai, afroamerikai lány idejön, fölrúgva, tehát az, hogy megborotválkozatlanul, tehát szőröse. A csaj, a Megan? Nem a csaj. Nem is így értettem. Nem fordult elő. Egyébként már abban is különleges volt ez az esküvő, hogy maga Erzsébet egy kiviszínű kosztümben jelent meg. De igen. Az lime, az ilyen, mint a Gábor. Nem, annál ilyen... Erzsébetesen vagyok öltözve, igen? Igen, hajad is egy picit. De hogy az ma pont láttam a tévében, egy ilyen protokoll néni beszélt. Abból vette az Erzsébet utalmát. És igaz, hogy 14 évig gyűjtöttem. És a fiát meg így nem Szép Károlynak, hanem Szép Kártyának hívják. Azért most az Erzsébet az olyan, hogy tévén keresztül is így belém áll a kaki. Tehát amikor így megbökte a villost, hogy álljon fel, akkor én is így mondtam, jó. Tehát azért ő neki van egy ilyen... Megjöttem, hogy esetne. Lenne az a koncert, amiért megböked. Ja, annyira hát már, hogyha egy kis, egy kis boríték, akkor egy bökésre legyen. Én azt gondolom, és lehetnél szőrgangsta. Egyébként azt gondolom, hogy egy társadalomnak nagyon fontos az arisztokráciája. Tehát én azt gondolom, hogy a magyaroknak az a problémája, nem tudom, de ki tudtam és lelassítottam, hogy ki tudjam mondani, hogy arisztokráciája. Hogy a 45 után ugye elüldözték meg, emigrációba kényszerült a magyar arisztokrácia nagy része. Van? És én azt látom a feleségemen is, tehát nálunk ez a vasárnap úgy telt el, vagy szombaton úgy telt el, hogy ilyen kis Union Jack-es sapkát vettünk föl mindannyian. Már ketten voltunk, leültünk, uborkás szendvicset készítettünk, mert a királynőnek az a fontos, tehát az a kedvenc uzsonnája. Gin volt? Gin tonikkal, mert attól nem vagy másnapos. Én akkor berontottam volna egy argentin zászlóval. Las Palminas a Argentina! Igen. A nagy barátok. A nagyok. De így belegondoltam, egyébként Meghan Markle ugye tényleg rengeteg nehézségen ment keresztül itt a rokonsága kapcsán, mindenki tudja és olvasta, de hogy igen, Bea, te jutottál eszembe. Akár... Jaj, de jó, melyik rész az? Gyémántokról? Tudom, hogy a gyémántik. Nagyon gyorsan eljutunk, de te lettél volna méltó ehhez az egészhez. Te élvezted volna közülünk talán a legjobban. Ez biztos. Tehát amikor én bemutatom az én munkásságomat, hogy te Erzsi, nézd már meg a kis kinyitom a Playboyt, akkor megmutatnám, hogy én mit tettem le az asztalra. Tudod, hogy vinné neki? Nem. Büszkék lennének. Hoztam egy pár képet. Hova tegyük a társalgóba, Obama mellé. Ez lehetett volna neked is egy tehát ahogy ennek a lánynak sikerült, igen. Egy célkitűzés, igen. Te is megfoghattad volna magadnak. Igen, hát meg emelkül, ugye állítólag, legalábbis valamelyik testvére szerint, ő ezt rég kitervelte, hogy ő az angol királyi családba akar beházasodni. De hát tökéletes terv. De abszolút hát jól sikerült, csak azért mondom, hogy beállom a csalnálom, hogy neki Prágában kell dekkolnia, amikor a sajnálni. Buckingham jó palotában három fogatlan kisgyerek vihette volna a fájtladat. Tehát
Az azért való. Te összetudtad volna szedni? Te egy szabad szájú csaj vagy, összetudtad volna szedni magad a szerelem oltárán? Nem. Nem, Zoli, nem téged kérdezem. Én helyett tanultam. Nem tudtam volna. És ezeket a dolgokat, amiket ott elvárnak betartani, és közösségi oldalra felhagyni, nem nyugizunk. De nem hazudj. Ne haragudj, nem, biztos, hogy nem. Hogy szó mondjuk, attól függ, tehát ha megtarthatom azt a gyémánti arát. Mi van azzal a gyémánttal, amit látunk most, kiraktál a nyak, $2 millió nyaklánc volt rajta? Lecsúszott a ti arát? Ja, nem vettem el a férjét. Mostanában borotválja a diarája. De az mi volt, beállni egy kísértés, vagy mi volt az? Nem, ez egy esemény volt, nem lényeg. Elmentünk, és fel lehetett próbálni gyönyörű ékszereket. Hát én fölpróbáltam őket. Nem, és utána visszaadtad? Én sajnos futni nem tudtam, mert magas sarkú volt. Akkor azt mondjátok el nekem, hogy ugye láttuk, hogy ott több százezer ember az út szélén ünnepelte, integetett, Union Jack partista, grilleztek, hogy mi az élmény egy olyanban, hogy gyakorlatilag van 3 másodperc, amíg a hintó elhalad előttük, ugyanúgy a Forma 1-ben. Ezt akartam mondani, Forma 1-ben. De Gabi, olyan... Ez egy közösségi élmény. A feleségem mondta, hogy ő emlékszik, 4 éves volt, amikor 80-ban Károly és Diana összeházasodtak, hogy akkor le volt zárva, tehát ők maguk lezártak a szülők minden utcát, kivitték az asztalokat, és egy hatalmas nagy piknik, ugyanis valahogy úgy szervezték, hogy nem volt eső, akkor sem, most sem volt, tehát biztos szétbombázták az esőfelhőket. Nos, egy közösségi élmény lett az egészből. Nektek nagy van olyan közösségi élmény, amikor a tömeg részének lenni, az egy élmény. Mérkőzés. Nekem van. Nincs. Nekem mérkőzés. Van. Mérkőzés. Hajrá. Nekem is van. Nekem is amikor van. A gyerekem versenyzik, akkor ott. Tehát, hogy az ott az több viszül. És pont az anyukákkal? Igen, van ilyen. És totyoráztok az anyukákkal? Totyoráztok az anyukákkal. Szurkolok. Menjél már a anyádat! Nem a saját gyerekednek mondod, a másik napnak! Bocsánat! Jó, mondom, hogy a legjobbat hozza ki belőlük, mert van ilyen egyen szurkolói pólók is, és hát a gyerek nekem karatézik. Mi van ráírva? Hát csak a Honvéd. Csak a Honvéd! Úristen, mikora hibát! Maradjál! Ugye a kislányom karatézik, és hát ott ugye van... A Honvédban? Igen. És... Nagyon erős a Honvéd karate csapata. Baromi. Most egyébként úgy most alakult blok. Meg a szakosztály, és elképesztő tehetse, hát... És ki a szempár? Egész életedben egy dobverőt fogtad meg a de. Mit tudta a sportot? Na. És akkor volt olyan, hogy hát azért mondjuk azt látni, hogy a gyereket megütik, és hát nyilván a másik szülőnek is szörnyű, amikor az én gyerekem üti meg, de amikor ott a férfiak állnak, és szedd szét a nyakát! Tépj ki a szívét, mondt ilyen apuka, hogy többet már nem engedték be, hogy a büfébe ülaszoltam. Szóval azért az kemény ám. Szóval ilyen a tömeg részének lenni. Ilyen, amikor emberekkel vagy együtt, bocsitál. A Steve meglepett bennünket, ugyanis szépen titokban brit rajongása okán ő is összeadta az ifjú párt. Tényleg. És ezt nézzük meg, mert ezt a dálkozat. Tisztelt nász nép, tisztelt egybegyűltek. Azért jöttünk itt ma össze, hogy tanúi legyünk 2 szerelmes szív egymásba borulásának összeérésének. Harry és Meghan. Egy nagyon fontos kérdést akarok föltenni nektek, mielőtt kimondjátok a boldogító igen. Egy fontos kérdést, amire több százezren várják a választ. Harry, hozzád szólok először. Ki a kedvenc karaktered, bocsánat, a kedvenc szereplőd a hashtag bocskor? Mondj ki kérlek hangosan, hogy mindenki hallja. Bátran, Harry, ne szégyeld magad, megmutatod. A bocsi,
Nem, rossz válasz. Igen, Harry, inkább szépen töröld meg az orrot, hogyha nem tudod pontosan, hogy a bocsi a műsorvezetője a hashtag bocskornak. Semmi baj, Megan, most neked teszem fel a kérdést, ami úgy szól, ki a kedvenc női szereplőd a hashtag bocskor című műsorban? A Pákó. Nem, sajnos nem. Pákó még csak a közelébe sem járt a hashtag bocskor című műsornak. De semmi baj. Föltenném a kérdést, hogy van-e itt az összegyűltek között valaki, aki rendszeresen nézi a hashtag bocskor. Én vagyok az, igen. Akkor május 27-én nézzük együtt. Ennyi. Hát, ha összeadtunk most egy ifjú párt, rögtön szét is választunk valakit, egy házasság furcsa végéről, vagy a végéről igen furcsán szerzett tudomást a Bors. Ezt írták a Minap. Ez a leghitelesebb. Akkor az fűzös van. Hölgy olvasónk hónapokkal ezelőtt regisztrálta magát a Tinder társkeresőre, az általa keresett férfiak között pedig felbukkant a híres zenész Péli Barna. Az olvasónk le is fotózta a találatot. Az olvasónk le is fotózta a találatot, majd amikor elküldte a szerkesztőségünkbe, nyomozásba kezdtünk, vajon hiteles-e a hirdetés, megkerestük a zenészt, akinek a menedzserével sikerült beszélnünk, a hölgy azt mondta, Barna valóban fent van a társkeresőn, de csak viccből, mert elvesztette egy fogadást. Bocsánat! Ez olyan életszerű. Hiába kérdeztük, hogy vajon kivel, miben fogadott a zenész, nem kaptunk választ. Alig telt el azóta egy hét, és a 24.hu hozta le, hogy megjelent egy hivatalos közlemény a pártól, hogy elválnak, mármint, hogy Galambos Dorina és Péli Barna. Szóval, Engem az zavar ebben az egészben, hogy nyilván egy fiatal csaj, egy civil felmegy erre a társkeresőre, a Tinderre, és valahogy a radarjára akad Péli Barna. Hogy tényleg az az első dolga, hogy lefotózza egy screenshotot csinál, és elküldi egy bulvárlap szerkesztőségére. De te elhiszed, hogy ez egy fiatal csaj volt, nem pedig a bulvárlapnál egy újságíró? Te most komolyan kérdezem. Nem. Nem egyszerűbb lett volna a szerkesztőségnek azt mondani, hogy Tinderen szoktunk néha nézelődni. De úgy nem sztori. Úgy nem sztori? Hát most mi nézelődik? Nem az, hogy a fiatal csaj... De, hogy valakire, és hopp, ott volt a baj. Hát most, de egyébként ebben mi a baj? Tehát semmi. Honnan tudjuk azt, hogy ők már a Dorinával mióta nincsenek együtt? Nem nagyon tudjuk, mert ők viszonylag csendben maradtak mindig a kapcsolatukat illetően. De 15 éve vannak együtt, vagy hogy? Nem, hány van a csendben? Azt hiszem, hogy 2003-ban volt az nagyon a megasztár, amikor... Nagyon régóta, 10 év után házasodtak össze, 14 év. Igen. De végig csendben voltak. Igen. Ők tényleg nem beszélszek végig a sajtó. Ezért válnak. Szóljál már valamit! Én csendben maradnék itt! Nem hiszem, mert 10 éve vagyunk együtt! Férjemnek nem sikerült egy ilyet fogni! Két zenészről beszélünk. Két zenész. Csendben vannak állandóan. Ebben semmi lebukás nincs, ahogy mondjátok. Hát persze, válnak, hát nyilván normálisan, okosan teszik mindezt. Nem, hogy ők tényleg nem hakniztak a kapcsolatukkal, tehát így módon beletúrni valakinek a magánéletébe, persze ez egy örök vita, de nem tudom, valahogy annyira nem ildomos. Most a kérdés az, hogy a sztárságnak ez egy járulékos dolga szerintetek, hogy a magánélet az gyakorlatilag árukapcsolásként hozzátartozik? Szerintem a közösségi média miatt az abszolút. Tehát, hogy benne van most már a pakliba ez, hogy muszáj valami tartani. Nem feltétlenül, hát csak a közösségi média miatt. Ki lehet zárni, hogyha akarod valamelyest. Igen. Hát de ki jól lehet zárni? Bea? Ne, szerintem, ha közszereplő vagy, akkor azzal vállalnod kell azt is, hogy az emberek, azokat, őket érdekli, hogy mi történik velem. Te benne vagy a csehszlovák velem. Médiában? Ez egy érdekes, de úgy ismertek Csehszlovákiában? Nem, mert te ismersz itthon csehszlovákokat? Rengeteget. És megvan az egész összeállítás, a régi. Pospisil, Holacek, Curillo, Oszkaki.
De a mozgó kill az nem volt csak viccel, az oszpisíre. De most, tehát ki, ne, senkit nem érdekel, tehát a saját nemzetednek a szereplői, azokat érdekli szerintem a magánembereket, hogy hova jár a közértbe mondjuk, vagy mit tudom én. Hát igen, ugye csak különböző habitusúak vagyunk, valakinek, valakinek semmi problémát nem jelent a magánéletéből osztogatni, egy picit morzsákat szórni, valaki nagyon harsányan teszi ezt, de valaki azt mondja, hogy nem, ide nem akarom beengedni, de és nem tudom, hogy a közszereplőnek valóban kötelessége-e nem a közszereplésén kívül. Nem kötelessége, de ha ilyen kiderül, akkor ne háborodjon föl. Tehát... Azon szoktak a bulvár ugye vitatkozni, amikor egy híres ember azt mondja, hogy de miért írtad azt meg, hogy vállok, vagy bármi, hogy persze, amikor meg öröm van, akkor meg jó, hogy vagyunk, vagy valami dolog történik, akkor a szomorú dolgokat is megírjuk. Ami szerintem meg egy, tehát hogy azért egy, tehát kéne tudni a határt, vagy ez egy hülyeség, de én is azt gondolom, hogy nem kötelesség. Nem. Tehát, hogy, és erre egyébként a közösségi média nagyon jó, ugye van mindenkinek saját Facebook oldala, már aki fönt van, mert bocsi, nincs te sem, de hát mondjuk most tehát ki kíváncsi, Van néha, van hülyesége fölrakott. De közben meg az meg egy teljesen jó... És akkor abban már a bulvár nem tud belekötni. De ami ebben érdekes az az, hogy mindannyian ugye valamilyen, mondjuk azt idézőjelben te terméket előállítunk. És a mi közönségünk, hogyha cikkeket olvasna csupán arról, hogy egy színdarabban készülőben, vagy Zoli éppen próbál, mert tudom én... Mondjuk azt elolvasnák, mert az egy ilyen fantázia dolog. Zoli próbál? De mit próbálsz? Hát te most az új lenne. Próbál egyenesen járni. Zoli, ma megpróbált felébredni. Sajnos, ismét nem sikerült. Mindent megtettünk, de nem. A mi közönségünktől ne vegyük el azt, hogy ők valóban kíváncsiak arra. Semmit sem vegyünk el. Hát valóban kíváncsiak arra, hogy egyébként mi van a kulisszák mögött. De hogy néz ki a családunk, a gyerekünk, a lakásunk, a stb. Mit csinálunk hétköznap? Amelyeket nem tudja, hogy a mi közönségünk. Ne, azt akarom kérdezni, hogy van-e az a jól felfogott kompromisszum, amikor igenis azért, hogy működjön a termékem, amit én most így neveztem el, azért én adok is valamit, hiszen a közönségem kíváncsi. Nem is a bulvárlapnak akarok szíveséget tenni, a közönségemnek ez kell. De erre van a közösségi oldalad, a követőid. Az a mondjuk 100 000 ember, aki téged követ, és az szeret, és az nem csak az érdekli, hogy neked most milyen színű a lakásodban a fal, hanem hogy milyen sikereid vannak akár a rádióban. Vagy jó, ne neves, tehát, ne igen, neves be. Mindegy, ne akartam. Az erre való. Milyen egyszerű, Gábor. És ott beengeded, ott néha megmutatod a gyerekedet, néha egy kicsit a magánéletedből, hogy éppen milyen vagy kócosan reggel, milyen vagy egy 2 millió dolláros nyakorlás, ezek mind hétköznapi dolgok. Szép! Dolgok. Ezt mondjam, Gábor, szerintem a nagy probléma az, hogy Magyarország vagy Csehszlovákia is olyan pici pia... Be a harisnyákat elhoztam! Meg a légpuskát! Olyan pici piac, hogy egyszerűen... Hogyha mondjuk ezt Amerikába vagy Angliába csinálod meg... Miről beszélsz? Hát, mert most kezdtem el, csak mit az beszóltál. Hát ez nem a harisnya. Pici a piac. Pici a piac, például a lehel. Mondjuk Magyarországon is, tehát hogyha mondjuk Angliába a Hello magazinnak a címlapján, vagy ahol megmutatod magad karácsonykor a családodnak, Hello magazin, nem azért nagyon-nagyon sok pénzt fizetnek. Például de itthon is fizetnek már. Ki? Hát fizetnek ki magazinok. Ki a fürge újjak, hát, vagy a Mártész bulvár megjelenésért? Hát a fürge újjak a Beának fizet pénzt, de... Zoli! 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 Azt mondja, hogy Zoli, ez már őt is érdekli. Ez már őt is. Na, hogy mi is van? Ne. Tegyük fel életed nagy projektje, nem tudom, rendezni, akár egy filmet, és tudod, hogy itt most meg kell tolni a promóciót, de vállalnád el azt, hogy mit tudom én, egy karácsonyfa mellett egy ilyen zebrabőrön feküdnél a feleségeddel.
Tehát, hogy... Hát, hogyha rendezhetnék egy filmet, akkor én megcsinálom. Tehát ma én lennék a zebra. Én lennék a zebra. Ő meg feküdne rajtam. Hát persze. Akkor én is jövök. Te leszel a karácsonyfa. Én hátul mesztelenül furuljázok. Ha hol a fenében? A gyorshajtók lesz a következő témánk. Én nem tudom, hogy ki nyomja nagyon a gázpedált, ki az, aki te nagyon szabálykövető vagy, Anita, ugye? Én igen. Én is betartom. Miért se a te? Tolod. Hát, Csehszlovákiában van ez? Prágában van. 5 óra. Hát az 6 óra egyébként. Tehát nem, akkor egy óra. De. 5 óra az 6 óra? Ezt nem tudtam. 6 óra. Nem igaz. Gyerekkel 6 óra. És akkor egyet. Most mi a téma? Most én kérdezem. A téma az, hogy mennyire hagy gyorsan, papa! A téma az lesz... Zoli, a téma az lesz, hogy a magyar rendőrség most egy új módszert vett be, hogy a gyorshajtókat lebuktassa, méghozzá civil autókkal követik, tolják őket állítólag a belső sávban, egészen addig, amíg átléped a sebességhatárt, és aztán félreállítanak. Hogy ez a módszer valóban van-e vagy sem, nagyon-nagyon sokan hogy írták a Facebookon. Vannak, igen. És az igen. Nagyon-nagyon durva a történet, és ezzel a sztorival jövünk vissza. A reklámokat! És ismét itt vagyunk a Hashtag Bocskorban, Hargitai Beával, Ámer Anitával, Darsza Zolival és Hajdú Steve-vel! Tudom, hogy szeretsz! Igen, évadzáró műsor is még szerelnek és szövődnek, de most térjük vissza a gyorshajtásra. Több helyen is felbukott a Facebookon, hogy a rendőrség már nem csak fix helyen lévő ilyen sebességmérő eszközökkel dolgozik, hanem úgy is mérik az autózók sebességét, hogy addig nyomulnak mondjuk egy autópályán, egy jelzés nélkül, tehát civilnek tűnő autóban, a belső sávban, a sofőrök mögött, ameddig végül is meg tudják büntetni. Magyarán tolnak, állítok villognak is, és aztán amikor túlléped a sebesség határt, akkor félreintenek, és megbüntetnek. Na most a rendőrséget megkeresték ezzel kapcsolatban, ők azt mondják, hogy a rendőrség nem tol agresszívan senkit, nem hajszolja a jogsértés elkövetésébe és veszélyes szituációkba a járművezetőket. Egyébként a rádióműsorban is beszéltünk erről, és rengetegen jelentkeztek SMS-ben, akik azt mondták, hogy velük is előfordult Magyarország különböző autópályáin, tényleg tolnak, túl közel mennek, villognak, és aztán, amikor te picit begyorsítasz, akkor már állítanak félre. És akkor, hogyha mondjuk valami miatt befékezel és beléd száll, és mondjuk ott történik valami, akkor? Hát ez a nagy kérdés, hogy valóban ki, hogy reagál. Tehát eleve tolni, tolakodni tilos, mert nem lehet kiszámítani, hogy az előtted lévőnek milyen a reakciója. Követési távolság kell. Igen. Így van, követési távolság kell. Ő szabálytalankodott, nem? Tulajdonképpen igen. Sőt, van még egy kérdés, hogy a rendőr autó, amennyiben nem használ megkülönböztető jelzést, sem haladhat a megengedettnél gyorsabban. Igen. Mert ugye ezek nem rendőr autók, hanem civil autók. Ezek civil autók, sőt, nagyon sokan azt írták, hogy helyi autókereskedésektől bérlik ki ezeket az autókat, majd viszik vissza erre a kis akcióra. Én egyszer jártam pár évvel ezelőtt Ausztriába, a körgyűrűn, az osztrák körgyűrűn jöttem, szakadt a hó egyébként, és egy ilyen méregzöld Skoda, csak hogy a csehszlovák tévánál maradjunk, elkezdett így nyomni, és én is a belső sávban voltam, tehát szépen mentem volna, de érzem, hogy nyom, ráléptem a gázra, hogy ne jöjjön belém, vagy valami, és egyszer csak megelőzött, és akkor a stop felirat kivillant, és leintett, hogy menjek be vele egy ilyen benzinkúthoz, ami volt, és akkor mondtam, hogy nincs nálam pénz, hogy megbüntet, mennyi lesz a bírság, és mondja, hogy 20 euró. Elővette a csomagtartóból a kártya leolvasót, mert mondtam, hogy csak kártya van nálam. Kártya leolvasó, lehúzta, köszönjük szépen. Velem is többször megtörtént Csehszlovákiában. Melyik részén? A szlovák részén. A szlovák részén? A Csehszlovákia szlovák részén történt. Sokszor 10 éve jövök, megyek, és még a gyerek előtt én sem tartottam be a sebességet olyan nagyon sokszor, de és tényleg az volt, hogy megyek a belső sávba, és mindig egy fekete Audi volt, mert ez többször előfordult. Nem és a toll le... olyan fekete Audival jár. És toll le, és már megyek, és már 200-nál járok, és még mindig toll, és villog 200-nál is. 200-nál jársz. Igen, és akkor ugye lehúzódok, mert belém fog jönni, félek, tehát akkor már félek.
És akkor megáll, és három nyelven, akkor szlovákul, németül és angolul, hogy stop, állj meg, nem, mert Szlovákiában van, nem Csehszlovákiában. És akkor lesz, integetél, hogy nem értesz semmit? 500 euró. 500 euró? De én ilyenkor már tudom, hogy... Na, ne, én sem fizettem, ne aggódjak. És mit csináltam? Mert hát lelőtte. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, abban a pillanatban, ahogy megállítanak, abban hajat rendezek, a biztonságívet félrehúzom, kigombolom, vagy lehúzom a cipzárt a megfelelő részig. Ez, mert van ennek a 500 euró? Azt nézem, hogy nekem megéri. Jaj, ne, hát én nem tudtam. És akkor sírok ott egy pár percet. Tanítsd már meg erre, bocs, csak ez érdekel. Tehát, nem, biztos, hogy, nem biztos, hogy menni fog. De próbáljuk meg. Hát, hát, megállít a rendőr, oda sétál felé, és engeded le az ablakot. Mutasd azt a poszt, amibe vág. Oké. Okay. Én nem tudtam. Mit? Én nem tudtam? Nyitsz, hogy én nem tudtam? Jaj, elnézést. Tudom. De mondjad, szlovákul mondja. Nem, én akkor minden nyelven elkezdek beszélni. Azaz, vigyázz, nem. Vigyázz. Azért. Skodalszkár. Nem, proszim. 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 És a félre érti. Kicsoda. És, nem, és, és mit akartál tudatni ezzel a szlovák rendőr, hogy mit nem tudsz? Semmit. Hát ez az, hogy oda a szlovák rendőr még így át tud az ablakosztani. Na és be a lényeg, aznap kikeresett 500 eurót. A lényeg, hát akkor tovább engedtek. Mázli, és ez csak egyszer volt? Nem, többször van. Minden országban más a trafizásos módozat. Nálunk elég sunyi. De például Rotterdamban voltam pár éve, és tele van a város ilyen... Szerelemben. Szerelemmel és kamerákkal. Ami érdekes, hogy nálunk ezek a kamerák, a fel vannak szerelve, ezek szürkék, mindenbe beleolvadjanak, ott minden ilyen kamera piros-kék csíkozású. Tehát, hogy látom. Minél messzebbről lásd, lassíts le, stb. Tehát ott ez a prevenció, nálunk meg ugye a másik. Tehát ez az autó letolás, ez gyakorlatilag, én nem tudom, hogy ki hogy reagál, hogyha valaki a seggében van, valaki lefékez. Lelassítotok, tartjátok a sebességet. Vagy felgyorsítotok. Ez egy nagyon privát kérdés. Igen, ez már nagyon mélyen vagy. Bocsi, kiakad az erre az élet adja meg a választ, bocsi, az a helyzet. Ez kialakul magától. Látom, nem lehet veletek, akkor most... De le! Egy komoly téma. Lezárta a nyomozást a rendőrség annak a pécsi férfinak az ügyében, aki rendszeresen hirdetett az interneten olyan tárgyakat, amik igazából nem voltak a birtokában. Ezeket ugye eladta. A vevők a meghirdetett áruk helyett különböző fémeszközöket, kábeleket, de volt, hogy semmit nem kaptak. A 27 éves H. Antal ellen egyik vevője aztán tett feljelentést, amikor ő videokártyát rendelt H. Antaltól, és zárbetétet kapott csavarokkal. De legalább valami... De lehet, hogy H. Antal azt gondolta, hogy ez egy... Ott kell belenézni. Ez a videókártya. Valaki miért rendel egy magánszemélyedet? Milyen kártyát kér? Videókártyát. Akkor valami ez egy picit olyan, mint az eBay. Én ezt soha nem értettem. Ez olyan, mint az eBay. Nincs szüksége rá, vagy nem tudom, kivette a régi számítógépről, nem értek hozzá, és olcsón adja, olcsóban, mint ahogy lehet kapni a piacon. Tehát akkor meg bukott 1000 forint. Mennyire? Ezt a videókártyát mennyire adta? Ezt én is megvenném. 15 000-es, de... Kamera! Nem látod? Jaj, látom, tényleg, ez egy kamera, aki kacsin. Azt mondjátok meg, ha H. Antal szeretném felvenni marketinget. H. Antalnak van egy ajánlatot. Amikor szabadul H. Antal, akkor nálam van egy állás lehetősége. Ebben a nyomorult világban, én megrendelem tőle a videokártyát, ezt kapom, én röhögök. Meg gondolom 850 forint volt, igen, a postaköltség 1000, de hogy milyen zseni lehet a Tóni? Hát a Tóni, hogy a... Megjött a kamerája. De... Az első fotó... Csináljunk egy selfie.
Nekem a kedvencem az, hogy aki megrendelte, mint videókártya, köszönöm, alig vártam, betette, beépítette a számítógépbe, és nem jött sem. Mi a franc lenne? Rendelt egy újat a tantartól, meg igazad van. Én megkaptam azt, hogy te rohadjál meg, mekkora arc vagy. De mi alapján választotta ki, hogy mire mit küld? Ezt akarom kérdezni. Amit talál. Zoli, te biztos tudsz erre vár. Ha hátalnak eszeágában nem volt bármit is küldeni a megrendelőknek, akkor miért gondolta úgy, hogy ezt az árat most elküldöm? Tehát, hát az mert, valami, ne egy üres doboz, mert nem egy szar ember. Nem az van! Azt tudod, mi a szemétség, hogy nem kap semmit? Valamire vársz, és nincs benne semmi. Hát kint egy zár, hát a jó lesz, de lehet úgy gondolni. Hát ezt fogják használni. Ezért, hogy Mr. Zsákba macska. Figyelj, nekem a barátnőm öccse 9 évesen állt a Nyugatiba, és zsákba macskát árult egy ilyen, mi ez, papír zacskóba, és minden, ami otthon egy elmozdítható volt, az beletett. És mást írt rá. Nagyon és akkor nagy. Volt egy mit, egy különcsipet. Szabadult csipet, már a fiatal korúaktól? Nem, most Hántallal ülnek egy szellába. Lehet, hogy ő az már én találkoztatok. Adnak vesztek benne. Ti mertek a neten rendelni? Én abszolút, én már csak ott rendelek. Hát ritkán, de hány ilyen kamerád van? Négy. És mit kértél egy cipő? Szerintem azért ma már megbízható internet formája, hogy hívják ilyen rendben. Nem mindegyik. Ma már megbízható az internet. Ajánlál, például is. Hántal baba, tehát az Ali babának van egy ilyen magyar változat. Magyar változata a Hántal baba, és mindent elküld. Mindent küld. Bea, te? Én szoktam rendelni, de... Kinek a kártyájával? A sajátom éve. De miért? Van egy pár. De loser vagy? De nem miért? Kell kártyával, csak lehet, hogy akkor kifizeted a szállítót. Az nem csak szlovák, egy, kettő, amerikai, semmi baj. Ha mi az a kereslet, hogy ti Csehszlovákiában? Hát én se tudom. Menekülnek! Ne térítsük el a fiatal asszonyt a témától. Interneten, tehát neked kísértés, úgy nézegetni, lapozgatni és megnyomni. De nagyon sokszor van olyan, amit tudom én, nem lehet megvenni a boltba. Például, akárhol. De, miért, mi de most tényleg mire nincs bolt? Nem, a legtöbb ször... mi az a termék? Zár! De ezt is meg tudod venni! Mi? Kameraszaküzlet. Elmondom még ma, ha a vár, aki nem szólsz bele. Felfabrikázódott. Engem cseszett le, de rajta csattan. Belegondolt, hogy Prágába él, tehát most azon kiborult egy egyébként. Csehszlovákia. Attól borult ki. Szerintem hallgassuk meg Beát. Mi volt a kérdés? Hogy kicsit jobban kéne figyelni. Mit rendelsz a neten? Na, szóval, nem Csehszlovákiában szoktam rendelni, hanem amúgy, mert hogy a férjem cseh... Ne! Te! Látok meg, én befejeztem. Nem. Hát most egy ilyen próbaadás, hogy visszahívnak-e minket. Te most kifele állsz. Főleg téged. Nem is értesek. Téged néznek. Nekünk... Zoli, biztos már, hogy nem tudom már kezelni a vendéget. Nem, nekünk már nem kell izgulni, de most tényleg neked is kéne bizonyítani. Most... Ez a te 10 percet sem. Igen, én kihasználnám. Én kihasználnám a helyedbe. Például, na. A férjem amerikai, nem csehszlovák. Tudom. Mi sokat járunk Amerikába. Na, vagy, de mondjuk, nem, Csehszlovákiába is rendelek amúgy. Például mi tartjuk a hálaadást, és például egy nagy pulykát, azt nem lehet bemenni a henteshez, azt meg kell rendelni. Cserre van egy pulykát rendelsz, a pulykát rendelsz. Nem, én nem fogom átvágni a torkát. Mert ha hálókat ott, lehet, hogy egy csirke vagy egy gyíkot. Dík volt, de már elmúlt. Vagy például most Amerikában van egy lakásunk, azt én rendeztem be. Csehszlovákiában és Amerikában is?
És akkor én Csehszlovákiában ültem a gépemnél, és én netről rendeltem meg a mindent. A csempétől, a kanapéig, a mindent. Most nem lehet, hogy kaptál volna egy ilyen zárat? Mit kell teszed? Mert olyan kényszerűséget nem is kéne az amerikai lakásba. Rendeltem, de én olyan oldalról rendelem, ami megbízható, tehát nem. És akkor azt én megrendeltem, az minden megjött. És én ezt mindent a netről, mindent ott rendeltem. És olyan. Az embereket minden. Is, akik beépítették a lakást, akkor azt is a netről rendeltem. Nem, az nem, az egy nem, az egy mexikói oldalról. Juan Pablo. Nachos. Gyerekek, egy amerikai házaspár beperelte a saját 30 éves fiát, jó tette, hogy végre elköltözzön otthonról. A szülőknek elegük lett abból, hogy a fiúk nem fizet lakbért, valamint a háztartásba nem segít be, és ezért beperelték, sőt, hát a bíróság aztán nekik adott kedvező döntést. A szülőknek? Az első fokon meg is született az ő ítélet. Ő a fiú? Ő a fiú. Hát én is és ott vannak a szülők, akik az ügyvédel társadalomnak. Az Idenberből. Tényleg! Na, így első hallásra... A sztorit még folytatom, és még két apja van és egy anyja. Első hallásra... A szapja a mostoha apja. Az az ügyvéd. És látod, ott van mögötte egy rendőr, a seggébe van. Igen. De ki a másik? Az a 10-30-as, tehát... Három szülő. Ő hamarabb jött. És a nagypapa pedig innen figyel, hogy mit beszélnek. Na, mit szóltok így első hallásra? Mert ennek lesz folytatása még. A gyereknek van igaza. A gyereknek van igaza, nem amennyiben nem tudom miért, de hogy a szülők ne pereljék be, ne rakják ki. Ránéztem, és én azt mondom, hogy én az eperjes sem vagyok. Mit csinál. Nem tudtak vele mit csinálni? Hát én most érted, nem költözött el. Hát azért az nem egészséges, ha nem tudom, egy 30 éves ember ott lakik a szüleivel. Én szedettem volna. De miért? Tök nekem jó, a szüleim... Tök hát te meddig laktál anyukádnál? Hát most 30 is. Sokáig. Hát anyuka lakott a kiszobában, én meg azt csináltam, hogy semmit nem kell fizetni, tök jó. Dehogy nem, most ez szegény nem anyukád, ez biztos nem így volt. Fizetett ő. Fizetett. Fizettem, igen. A főzni nem főztél. A Médi erre volt büszke, hogy nem baj, Zolikám, itt nem fizetsz, de a haverjaidnak fizetsz. Így van, legalább mindenkit meghívsz rendesen. Na, én folytatom a fiatalember történetét, még lesznek felszólító levelek, minden, tehát nagyon-nagyon komolyan fel van építve a sztori. Tehát a szülők azt is felajánlották, hogy 1100 dollárt adnak neki azért, hogy végre elhagyja a családi fészket, de ő hajthatatlan maradt. A srác egyébként azért nem fogadja el a pénzt, és akkor itt jön egy csavar, mert jövedelem nélküli besorolásban akar maradni, mert van egy gyermek elhelyezési pere, és ha a nincs telen kategóriában marad, akkor megúszhatja a perköltségeket. Akkor ez személyiség. Azt hittem, hogy romantikából arra vágyott, hogy a szüleivel együtt, és az lenne az igazi, hogyha egy szobába. Tehát, hogy a szülő, apa, anya az ágyon, ő meg ott a lábuknál. Hálós! Ügyvédet fogadtak, és az ő tanácsára felszólító leveleket küldtek Michaelnek. Íme a levelek. Kedves Michael, anyáddal megbeszéltük, el kell hagynod a házat azonnal. 14 napod van kiürítani a szobádat, aláírás Mark és Krisztina Rotondo. Kicsoda? Hát a szülei. Aztán nem ment el Michael, és ezért nehezítették, nem használhatta a mosógépet innentől, és nem ehetett a frigóból. Én honnan lehetett a földről? Tehát akkor csak jött egy, Michael nem ment el, jött egy újabb felszólító levél, kedves Michael. Itt van 1100 dollár, hogy kibérelj valamit. Néhány jó tanács. És ezt a szomszéd szobába küldték? Igen. Hát gondolj bele, hogy a szülő ajánlva... Nem, hát ajánlva, nyilván elment a maga osztára. Elment, akkor föladta, és akkor egy levelet jött Michael. Visszajött. Pontosan. Néhány jó tanács, készítsd össze a munkához való cuccaidat, meg amire szükséged van, apád segít, ha kell. Tehát még 1100 dollárt is felajánlottak neki, hogy menj. Minden más tenyér pénzé, például a wifi tornyot, a szerszámokat, és ha esetlegesen birtokodban lévő fegyvereket. Kell majd a pénz az új helyen. Van állás még az olyanoknak is, mint te, akiknek borzalmas a munkaélete. Aláírás Mark és Krisztina Rotondo. Mi a harmadik levél? Ez egy szülőnek milyen lehet, hogy ilyen a gyerek? Michael nem ment el. Michael a legnagyobb arc a világon. Kedves Michael a példaképe. Jött egy példaképe van. H. Antal meg Michael. Ezeket össze kéne hozni. Jött egy újabb levél. Kedves Michael, három dolgot tehetsz az autó feljáró rostokoló kocsiddal. Zárójelben VW Passat. 1. Megjavítod magad, anyagilag segítünk. 2. Megjavítatod,
anyagilag segítünk. Három, ha nem lehet megjavítani, szállítasd el a kocsi feljáróról, kifizetjük. Ha egyiket sem választod, azonnal takarítsd el a feljáróról, aláírás, Márk és Krisztina Rotor. Jó a viszony. Na, szóval, most már másképp látjátok a sztorit? Hát most már kicsit egy. Mindig bírom a gyereket. Te a gyerekkel vagy, te a szülőkkel vagy? Hát te szörnyű lehet, amikor hát ilyen azért, a gyerek. Itt azért, figyelj. Azt hittem ennél jobb arc ez vagy. A... Zoli, most én tudom, Zoli, hogy ezt neked kell. Zoli, be tudod kötni a cipőfűzőbe? Egyedül. Csodálatos. Ha hol? Látod, ez a 38 év anyádnál valamire csak jó volt. De húzd már vissza ezt a kanapét, mert most már a t***n ki van vele. Megőrülök. Gyertek vissza a fénybe, Bea, elkezdtél valamit, bocs. Elkezdtem, már elfelejtettem. Gyerek, na, de neked a... Ne arra, hogy a befogadó. Csak... Ne, tehát ez... Csehszlovákia van, és nem robbant fel valami? Ez úgy tűnik, hogy ez mindent meg akar úszni. Tehát gyereke van, de nem akar fizetni. Tehát itt azért szerintem messzebbre nyúlik vissza a probléma. Tehát nem kéne, nem kéne azért a szülőknek is magukba keresni a hibát. Hogy? Tehát, hogy egy ilyen gyereket neveltek, aki nem képes felelősséget vállalni magáért és a gyerekéért. Hmm. Tehát most ne haragudj. Hibakeresés a szülőben. Akkor ti el tudjátok-e képzelni hát... azt, hogy a saját gyerek, ugye neked lányod van, neked is lányod, neked fiad van. Nem úgy születik a gyerekem, érted? Oké, hogy el tudod-e képzelni, hogy te hisztis anyuka vagy, el tudod-e képzelni azt, hogy ez majd olyan hatással lesz valamikor a gyerek felnőtt életére, hogy neked vagy te kénytelen lesz előtt beperelni. El tudod ezt mai hát fejjel akkor képzelni? Akkor én megbuktam, mint szülő, hogy akkor nekem be kell. Be, hát nem, be, nem tudom, biztos, hogy elsősorban magamba keresném a hibát. Na, de lehet, hogy mert ezen túl vannak, tehát lehet, hogy már semmilyen eszköz nem, és arra gondoltak, hogy akkor ezt jogi útra terelik. Ja. Lehet, hogy biztos, hogy magukba is keresik, tehát amikor már egy szülő eljut ide. Hát mindenképp ne haragudj, mert ez nem normális, hogy ha megkéred, és így viselkedik. Nem akar fizetni gyerektartást. Aha. Hát ne haragudj, ott valami nagy elbasztál. Így jött föl Michaelt, és adjuk oda Beának a telefont. Tudatvalul elmondja neki. Én reklamálok mindenért. Én visszaküldöm, én reklamálok, én múlt héten rúgattam ki egy nőt. Egy kórházból kérlek. Na, beteg volt, beteg volt. Kellett az ágy. Nem, egy ott dolgozót. De mert a gyerekemnek van. Betört a feje, bevitte, és nem volt akkor megmondtál, mint szülő? Mi történt a gyerekkel? Nem voltam vele, hanem na, az apja volt, és... De vele a mikroportra vigyázz. És ömlött a gyerek fejéből, amiért mondom, vidd be a balesetire, bevitte, nincs orvos. Fölhívom a kórházat, hogy mi a... anyátok van. De hogy magyarul mondtad, mert lehet nem érted. Ezt a filmet láttam. De azt a részleget hívtam fel, ahol angolul beszéltek. A nő elkezdett rajtam röhögni, és rám tette a telefon. No. Mondom, folyik a gyerekem fejéből a vér, nincs orvos, elvigyem máshova? Én nem tudom, miért nincs orvos, és rám rakja a telefont. Na, nem hát lehet, hogy én ezt nem hagyom annyiba. Én nem az az ember vagyok. Én velem úgy nem szórakoznak. Úgy, hogy szeretnék a férjed lenni. Sokat utazik rá, hogy... Nincs sokat otthon. Hát jó dolga lehet, sokat nem utazik. Na de bementél a kórházba? Nem mentem be, hanem írtam levelet. Nem telefonon. Telefonon is. Levelet is írtam, az ombudsmannak is írtam. Én mindenkinek írtam, és kirogattam. De ezek órák voltak, miközben a gyerekednek a fejében. Nem, még elküldtem. Én nem voltam otthon, én vezettem, és autópályán írtam különben az e-mailt. Baleset veszélyes! Én nagyon ideges voltam, de közben utána még hetekig írtam levelet a különböző szerveknek. Velem nem szórakoztok. És megmondtam, ez a nő innen elmegy. Ki fogja fölhívni a balesetit? Nem hát én, hogy 20 deka párizsit kérek, hanem aggódó szülők, mit tudom én, akinek baja van, tehát és elkezd rajtam röhögni. Elkezd rajtam röhögni. Rajtam röhögjön.
Mert én kértem, hogy engem értesítsenek külön a fejleményekről. És hogy azonosították a hangjából? És azt is mondtam, hogy mondják meg a nevét ennek a nőnek, hogy jegyezze meg, hogy miért hagyta el az osztályt. Milyen neve a nőnek? Ursula Totova. Azt nem mondták meg, mert azt nem mondhatják meg, mert félik, hogy én levadázom és megölöm. Tehát azt nem mondhatják, ezt engem nem is érdekel. Levadászom és megölöm. Azt. Kicsit megfagyott az erejével. Én már kicsit félek. És Zoli, te csak oldalról látod. Én látom szemből. Bocsi! Gábor! De szerintem egyébként... Leszórakozzatok! Csak még egy picit visszatér, hogy a Michael szülei szerintem azzal kezdték, hogy gyerekek, le kéne cserélni a zárat. Jó, van egy hálatlan nevű ismerős, rendeljünk onnan! Ez lenne a végső megoldás. Semmire, nem tudom, hogy semmi nézet is úgy gondoltam. Atya úristen! Mit hívtatok ide, Gabi? Szerintem... Be a hidratálnod kéne, hidratáljál az. Figyelj, szörnyű időszak volt. Be a megnyugszik. Zoli, tényleg érdekel, hogy 30-valány éves korodig ugye anyukádnál éltél, hogy ott... Hát alig voltam otthon. De nyilván vannak azért konfliktus. Azzal mentem 2 órát aludni délután, 2-kor. De mint tud egy ilyen... Mit tudom, a 30-valány éves srác és a drága édes cuki színésznő anyuka között konfliktussá alakulni. Nem volt semmi. Soha anyukával nem lehet konfliktusba nem kerülni. Lehet. Bárhogy akarsz. Nem lehet. Jó, de olyan ember. Tekintete voltál rá? Nem, hát... Mégis az anyád. Médike volt tekintettel a Zolira. Tehát igen. Dél és 2 között lábújegyen járt, nem borszívózott, mert Zolika aludt. Elment a szinkronba. Zolika egy lumpenproletár, mondj mondjuk. Jó, oké, de vittél haza a csajokat. Szóltál a csajnak, hogy halkan csinálja? Vagy hogy anyuka ez a nem olyan fiatal, nem jól hal, de azért... Azt csinálsz, amit akarsz. De volt valami egyezményese, hogy oda toltad a kukát az ajtó elé, vagy rákötöttél valamit? Nem, rázártam. Na de attól még dörömbölheted. Kicsoda, hát anyám? Azzal a kis apró kis kezével? Nem hallott nem, az nem hallottuk. Nagy volt az ajtó a szobában. Nagy volt a hacacári. Szegény anyukám. Nem, mi bánt anyukámat. Hát én tudom. Már. Persze, hát ő csak tudja, hát ő is volt fönt. Zoli anyukájával 2 hete, 3 hete dolgoztam együtt, a Médike, nem akarom a korát elmondani, nem fiatal asszony, a Médike 2 oldalt úgy szinkronizált le, hogy ledobtam a hajamat, baki hiba nélkül nem kellett leállni. Fantasztikus. Zseniális a Médike. Én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy Zolinak milyen levelet ír Márk és Krisztina Rotondó. De ez elmaradt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, Hargita, hogy beállnak. Tartsanak, Jó éjszakát mindenkinek is számít.